Nagy, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Bátor Média minden kedves futball szerető nézőit. Minden respekt és minden elismerés annak a körülbelül 100 nézőnek, aki képes otthagyni a Premier League Super Derbyjét, a Manchester United Liverpool meccset, és inkább a Nyír Bátor NB3-as mérkőzését választja, hiszen Nyír Bátor FC Cigány FC Kft. Összecsapása Magyar Bajnokság NB3 keleti csoportjával. Két csapat köszönti egymást, és egy gyász közleménnyel, egy gyászszünettel fog indulni a találkozó. A olimpiai bajnok játékos és szuper játékvezető Palotai Károly. Tehát a nagy formátumú olimpiai bajnok játékos és később nagy tekintélynek örvendő sportszakember, játékvezető Palotai Károly, aki elhunyt, nagy fájdalom ez és nagy veszteség a magyar labdarúgás életében. 1964-ben a Tokió olimpián vezette győzelemre a magyar válogatottat Palotai Károly csapatkapitányként, aztán 67-től már játékvezetőként tevékenykedett, 70-től már kifejezetten komoly feladatokat bíztak rá. Többek között 3 világbajnokságon tevékenykedett, 3 olimpián, és 2 bekdöntőt vezetett, nagy formátum és nagy-nagy elismerésnek örvendő szakember. Emlékét megőrzi a magyar futball, és megőrizzük mi is. Tehát Nyír Bátor FC Cigánt találkozó ősi riválisok csatája a tavaly nem jöhetett létre, hiszen tavaly a Cigánd egy osztályon feljebb az NB2-ben serénykedett, míg a Nyír Bátor az NB3-ban, most pedig itt újra az NB3 palettáján. Mondhatnám azt, hogy a tavasz nyitó mérkőzése, hiszen a múlt heti fordulóból elhasználásra került mindkét csapatnak a mérkőzése. Ezek egyébként március 21-én lesznek bepótolva. Nyír Bátor tiszaújvárosi vendégjátéka, illetve a Cigánd hazai mérkőzése a Putnokkal. Ez tehát március 21-én szerdán fog megtörténni. Jobbról balra a Cigánd fekete sárgában, és balról jobbra a hazai Nyír Bátor. Nézzük az összeállításokat először. A vendég Cigánd, közben azért a mérkőzés is egy pillantást vetünk, tehát a Cigánd kapujában Sánta Tibor egyessel. Előtte 7-essel Molnár László Attila, 8-assal Baksa Zoltán, 10-es Horváth Ferenc, 11-es Balla János, 15-ös Szegedi Bence, 17-es Kis Gergő, 20-as Olán Levente, 22-es Toma György, 23-as Svejdjuk Alex Pál és 24-es Timkó Zsolt. Közben egy cigándi szabadrugása kezdőkör széléről. Cigándi cserék, 35-össel Deme Tamás, 2-ese Oravet Zénó, 3-asa Jágár Csaba, 4-ese Pásztor Alex, 5-össel Sánta Kázmír Zsolt, 14-ese Varga Krisztián, 18-assal Horváth Attila. Tehát a cigándi csapatban és a stábbal érkezett Csáki Péter masszőr, Terjék Sándor technikai vezető, Prisztács Tamás erőnléti edző, aki tehát képviselő a borsodi csapatot. És hazai Nyír Bátor kapujában 22-essel Vasas Gergő, előtte 3-assal Fekete Tamás, 6-ossal Tóth Márk, 7-essel Szabó Roland, 8-as Csernák Martin Tibor, 10-es Kincel János Ervin, 11-essel Pálinkás Gergő, 14-essel Bagi Ákos, 15-össel Mankó Dávid, 16-ossal Fenyőfalvi Csaba és 17-essel Terdik Zsort. Nyír Bátori kispad, 1-essel Tóth Szilveszter, 2-es Ambrusz Árpád, 4-es Reznek Donát, 5-össel Müller Zsolt, 9-essel Bíró Dominik, 12-essel Boros Dávid Voton, közben Kincel és Pálinkás összjáték a Terdik fejesét fülelik le. Tehát 9-essel Bíró Dominik, 12-es Boros Dávid, közben Sántának kell védeni egy távoli lövést.
19-essel Rosszel még a kispadon, és a Nyírbátori Snáb, Gönci Barnabás, Masször Baracsi, Balázs János technikai vezető és Szabó János, Szabolcs Erőlíti edzőtárt, akik a két gárdát képviselik. Játékvezetők, a mérkőzés játékvezetője Hanyác Bence, segítői pedig Tőkés Róbert és Kovács Zoltán, tehát ők a mai nap főszereplői itt Nyírbátorban a városi sporttelepen NB3-as futballmérkőzésen. A nap kérdése lesz az is, hogy ki fogja tudni helyettesíteni a 15 gólt zsákjában elvitt Nyírbátorból Hornyák Marcellt, aki már az NB2-es Nyíregyháza sorait erősíti a téli felkészülési időszaktól kezdve. Ez tehát a kérdés, ezt a kérdést tettem föl Baracsi Balázsnak. A most technikai vezetőként helyet foglaló a klub elnökeként ténykedő szakembernek, aki azt válaszolta a kérdésemre, hogy természetesen van elképzelésük, három embertől várják ezeket a gólokat, nem egyet nevezett meg, hanem három embertől, tehát 15 gól. Három ember, az egyik Pálinkás Gergő, a másik Kincel János, a harmadik pedig Terdik Zsoltot említette, akiktől várják ennek a góltermelésnek a pótlását. Közben az első szögletre fog sor kerülni, Bagi megy ki elvégezni a mérkőzésen. 4. perc vége. Bogi tehát bal lábbal fogja betekerni. 11-es pont könnyűkére, ott egy fejes Terdik részéről. Mankó szépen húzza kapura. Nagy íve volt a labdának is. Gyengére sikerült a lövés, így Sánta tudta azt kézbenni. Rátekintve a bajnokság statisztikára néhány érdekesség az NB3-ból. 423 gól született az őszi idényben, 3,2 gól meccsenkénti átlaggal. Kifejezetten jónak mondható, tehát várhatjuk azt, hogy ezen a mérkőzésen is esik gól, hiszen mind a két csapat termelte a gólokat. Aztán sárga a 508 és piroskat pedig 43 esettenről is gondoskodott mind a két csapat, hiszen 29 sárgalapot szerzett a Nyírbátor, vagy szedett össze az ősszel, 26-ot a Cigánd, kiállításban pedig mindjárt bele kukkantok a helyzetembe, hiszen pont az egyik egymás elleni mérkőzés volt, ahol a legtöbbet szedték össze a játékosok, a Cigándi találkozó, két csapat Cigándi találkozója, ahol a Nyírbátori 4 piros labból 2 lehetett elkönyvelni, és a Cigándi 3 piros labból pedig 1-et, tehát azon a mérkőzésen 3 piros sárga lap született, az 5 sárga mellé. Elég parás, paprikás mérkőzés játszott át a két gárda, de hogyha emlékeimben kutatok, akkor mindig is ilyen meccsek voltak, mindig is kiélezett küzdelem volt a két csapat között. Ennek hát, ha ma nyertesei lesznek azok a nézők, akik ide kilátogattak, illetve önök, akik a televízió készülékén keresztül tudják követni az eseményeket. 6 perc telt el a találkozóból, kiegyenlített játék mellett, igazi helyzet nem tudott kialakulni, egy nyírbátori szöglet és egy nyírbátori távoli kísérlet volt, ami kaput általában lövésként, illetve kísérletként föl lehet jegyezni. Fenyő Falvi volt közben, aki kísérletet érdemel a labda szerzése, annak megtartása. Ez egy rossz indítás, újra Fenyő Falvi középpályán felnéz, jobb oldalon próbálja indítani Kincelt. Molnár teszi haza kapu védőnek, Sántának. Tóth Márk birtokolja a labdát, Fekete, aki ismét a kezdőben nagy reményekkel szerződött is Nyírbátorban, illetve a nyírbátori csapat is nagy reményekkel szerződtette Kazincz Barci Károly a szezon elején, ám kiállítás, eltiltás és sérülés miatt is többször hiányzott az ősz folyamán, most remélhetőleg segítségére tud lenni a csapatnak, illetve tartósan jó teljesítményével előre tudja lendíteni a hazai gárdát. Csernák küzdött a labdáért, Molnár szedi össze hátul.
Molnár gyorsítja a lépteit. Pálinkás is. Molnár, Pálinkás. Becsúszása. Minden dicséretet bezsebel a társaktól, ám a játékvezető ezt szabálytalan kitől. Hanyec Bence szerint a szabályos keretek között sikerült a szerelése. Baksa nem Molnárt választja, hanem Kis Gergőt a bal oldalon. A fekete Pálinkást keresi. Pálinkásnak kell küzdeni, Pálinkás tovább tudja fejelni, még övé a labda. Már nem. Svájdjuk volt, aki küzdött. Kincszer belépője. Cigándi bedobást eredményez, Kincszer is ismeri mind két csapatot, a Cigándit is, hiszen eltöltött ott egy jó időt. Rosszellel együtt érkeztek Cigándról. Miután a csapata az NB2-es tagságot kivívta. Bagi. Tóth. Higgacsel. Horváttal szemben, aztán egy előretett labda, Terdik vissza. Mindenki mellett ott egy Cigándi, jól zárják le a területeket a vendégek. Csernák mellett már tovább tudják tenni. Molnárnak kell belépni a labdáért, Szabó. Svedjuk. Már a Cigándi jobb oldal játékban, amint kimondom. Nyírbátori kísérlet, kezdeményezés, balla veheti majd kézbe a labdát és dobhatja be. Mankó szerez labdát a saját térfelének közepjátáján. Egy nyírbátori dobás, Bagi veheti kézbe a játékszert és végezheti el a mérkőzés 10. percében. Az első 15 perc fontos lehet a mérkőzés egész a szempontjából, illetve hazai csapat. Aki ilyenkor illik oda szegezni a vendégeket, azokat a vendégeket, akik közel hasonló teljesítményt nyújtottak az őszi szezonban, mint a hazai Nyírbátor. Tabellán a 7. fogadja a 10. helyezett Gárdát. Pontszámban ez 1 pontnyi különbséget jelent, tehát 21 pontos Nyírbátorhoz a 20 pontos Cigánd látogat. Jelen pillanatban mind a két csapatnál 6 győzelem. A Nyírbátorom emellett 3 döntetlen és 7 vereség, míg a Cigándiák 2 döntetlen, 8 vereség. Igen, büszkélkedhetne az NB3 keleti csoportjában. Plusz 5-ös Nyírbátori gólkülönbség mellett mínusz 12-es a Cigándi. 33 lőtt gól, 28 kapott a Nyírbátori csapatneme mellett, és Cigándi pedig 23 lőtt gól mellett 35 kapott gól. Tehát az előjelek azt mutatják, a statisztikai adatok is, hogy kemény, kiegyenlített mérkőzésre kell számítani, ám hogyha hozzáveszem azt, hogy a Nyírbátor a 6 győzelméből 5-öt hazai pályán szerzett, míg a Cigánnak az idegenbeli mérlege a gyengébb, mindössze 5 pontot sikerült nekik megszerzett 20-ból idegenben szerezni, úgyhogy ez talán a hazaiak malmára hajtja a vizet, és talán ez a statisztikai adat azt mutatja, hogy Nyírbátornak hajszállal a hazai pálya miatt nagyobb esélye van a győzelemre, de meglátjuk, hogy ez miben nyilvánul meg, vagy mennyiben nyilvánul meg a játékban, a mérkőzés összképében, hiszen ahogy mondtam, ez rendszerint egy kiélezett és parázs, kemény mérkőzés szokott lenni. Cigándon ősze 2-1 volt az eredmény, 2-1-es hazai siker született. Fenyőfalvi, Terdikkel az összjáték, Pálinkás megy hátra, segít csapattársnak. Ervint, azaz Ervint kiáltott a kispad, Ambrusz Árpád edző is, ám Ervin, azaz Kincel mögé érkezett a labda, így
Svedjuk és Molnár játszhat össze. Horváth segít még be a háromszögelésbe. Szegedi. Sánta kéri el. Sánta mutatja a társaknak, hogy jöjjenek szét. Molnár kéri el a bal hátvéd. Elég aktív a mérkőzés ezen részében, első 13 percében. Főleg a Cigándi bal oldal és főleg Molnár lépén kezdeményezett a vendégcsapat. Látszólag ilyenkor védekezésben kialakul egy négy védős rendszer a Cigándi részről, míg a Nyilmátorban pálinkás mellett Terdik és Kincel fogja támadó játékot segíteni, úgy ahogy azt Baracsi Balázs mondta a gólok tekintetében, és ezt látjuk kirajzolódni a játéktéren is. Mankó kéri el középen Csernáktól. Csernák is télen érkezett Fenyőfalvival együtt. Első bemutatkozó mérkőzésük tehát a bajnokságban hazai körülmények között Kincel. Szabó Fenyőfalvitól kapott labdával. Egy indítás pálinkásnak, pálinkásnak kell versenyfutni a svedjukkal. Az asszisztens jelez. Jelez akkor. Cigándi szabadrúgás, pálinkás megmozdulását ítélte Honyec játékvezető asszisztense. Tőkés Róbert révén szabálytalannak. Svedjuk, Sánta összjátéka. Baksa kéri el. Baksa is régi rutinos játékos a csapatnak. Nincs most nevezve. Keretben bevallom őszintén, nem tudom, hogy miért Szőlősi, aki a őszi szezonban a legtöbb gólt szerezte, Jászberényből érkezett a 2016-17-es szezon után Cigánra. Szünetben megpróbálunk megnézni. A 6 gólos támadó az hova távozott, vagy miért nincs a Cigándi keretben. Ez már kim volt. Molnár. Svedjuk kéri el. Sánta kéri el, mondja, hogy add vissza. Szegeri nem tud más tenni, mint hogy elfogadja a csapattárs kérését. Ez egy térterelő indítás, Timkó, és a jobb oldalon kezd kibontakozni egy Cigándi akció, Timkó még meg tudja tartani Bagival szembe. Mankó lép be a játékba is. Zavarás a következtében. Levágódó labda, amit Vasas. Vasas már indított. Szabó. Fenyőfalvi kéri vissza. Súlypont áthelyezés a oldalra. Bagi. Egy kiugatás, pánikás. Jól lép ki a leshatáron, még övi a labda, most teszi be. Ott a középe vetett labda, és ott a lövés. De hol a lövés? Csernák, pálinkás, gyönyörűen megjátszott labdáját, amit a védő mellett élesen vetett középre, belőtt középre. Csernák már csak a kapu mellé tudta tálalni. Sánta is csak nézett, ahogy a labda elhat, elgúlt előtte. És a tátongó üres kapuban. Dávid, tegyük össze, Dávid, fejestél! Nem tudta Csernák az első hazai találatot elhelyezni. Mankó. Olálhában csúszott tovább. Fekete. Vasas kéri el tőle. Fenyőfalvi. Tóth és Fenyőfalvi összjátéka. Egy indítás Kincel. Kincel ki tud most lépni? Egyedül a kapuval szembe. Egy lövés. A rövid sarkot kereste a lövésével. Sánta rajta volt a lövésen és a kapu mellé. Gyönyörű szép volt most az indítás hátulról, és
Mankó részéről és a Kincel, ahogy maga mögött tudta hagyni a Svedjukot, és ha jól láttam, Baksa volt az, aki próbálta vele tartani a lépést, de lehet, hogy Olá, illetve lehet, hogy Molnár volt az, aki próbált visszalépni. Nem, Kincel sokkal gyorsabbnak bizonyult. Egy jó kezdeményezés, tehát az első negyed óra végére azért 18. percben járunk már az első negyed óra, bő negyed óra végére azért kialakult némi nyírbátori fölény, és ebből helyzetek is lettek. Ezekből a helyzetekből azonban gól nem született sem Csernák, sem Kincel. Nem tudta bevenni a Cigándi kaput. Baksa. Molnár. Szabó engedi el. Fekete. Kért el. Fenyő Favi. Tóth. Hátsó alakzatban jár a labda. Csernák. Csernák kéri vissza. Fekete. Nyugodt labdajáratás nyilvántali részről. Szabó. Hárman veszik már körbe. Már nem lehetett eltenni. Fekete föl a levegőbe. Ki a vonalon túra. Olá Levente három góljában vétette észre magát az ősszel. Ötvös Bence 4, ahogy azt említettem, Szőlősi volt 6 gólos, és Toma György, aki szintén 3 góllal a Cigándi csapatban. Hát eléggé szoros volt, míg a nyírbátori részről Hornyák Marcell 15 gólját követően már csak Reznek volt 3 gólos, tehát ott óriási volt a szakadék Hornyák Marcell mögött. Kincel 2, Szabó Roland 2, Tóth és Vámos Márk is 2-2 góllal vétette észre magát az őszi szezonban, és járult hozzá csapat teljesítményéhez. Fekete Csernák. Mankó. Fekete kéri el. Szabó. Pörgetése nem sikerült. Kis Gergő már a bal oldalon. Kis és Fekete. Fekete csúszott be. És zavarja meg Kis a beadásba. Kis gyorsabb volt. Indulj átból! Balla fülel egy indítást, Kincel néz föl. Kincel, Csernák, Szabó. Szabó már indul. Csernák nem tudja. Molnárval szembe szorongatja. Fekete, pálinkás. Két ember között pálinkás lép ki. Svedjuk és Balla között a két belső védő között pálinkás próbálkozott. Bagi, Mankó. Bagi kéri vissza. Tóth. Fekete. Mankó. Aktív. És Fenyőfalvi is vissza-vissza lépeget középre labdáért. Ezt próbálják lehető legjobban megjátszani. Tóth. Terdik. Gyorsaságát még nem tudta kamatoztatni. Egy jó labdaszerzés, Fekete eladott labdáját követően 3 Cigándi, 5 védő, nyírbátori védőgyűrűjében. Horváth a bal oldalon felnéz, jobb lábára Cserez. Mankó vele szembe, aztán Szabó is visszalép. Hát még mindig ott a labda, Toma. Toma megpróbál betörni a játék, azért mutatja, hogy ez nem volt szabálytalan. Most pálinkás kerül szembe, 3 Cigándi védőben nem adták föl, tehát a védekezés lehetőségét a Cigándiak masszívan próbálják ellenállni a nyírbátori rohamoknak, bár olyan nagy rohamokat róla még nem tudom beszámolni, de minden esetben nyírbátori támadásokat próbálják biztonságos védekezéssel megakadályozni, több embert is hátul hagynak eddig. Egy az egybe pálinkás tudott nyerni a védőkkel szemben, illetve Kincel egy versenyfutás következtében alakította ki helyzetét, ám gól még nem született. 22 perc játékot követően itt Nyírbátorban a MB3 keleti csoportjában, ahol a Nyírbátor FC vendége a Cigánd. FC csapata pánikás fején tovább csúszik a labda. Svedjuknak kell most
jobbra, tolódva összeszedni a játékszert. Molnár kéri el bal oldalon. Horváth és Molnár, Baksa, ő is hátul a védői között. Balla, Szegedi. Szegedi kéri vissza. Olá középen. Timkó. Visszatett labdája Baksáé, Baksa felnéz. Egy lövés, még bele tudott ott csúsztatni a lesen álló Cigándi támadó. Kis Gergő volt az, aki belecsúsztatott ott a 10 méterre, 11-es pont körül a megzavarva a kapustán. Nem tudta megzavarni, és már lesállás miatt jelzett is az asszisztens. Pálinkás felé egy terdik, átelőletett labda. Pálinkás el is csúszik, és Svedjük most jobb helyzetben. De ezekre a pálinkás felé betett labdákra lehet alapozni, rendre veszélyhelyzet tud kialakulni. Fekete és Szabó, Szabó vissza kapuvédőnek, Vasas nála van biztonságban, és építkezhet újra hazai gárda. Úgyhogy a fél idő fele, az első fél idő fele már eltelt, és 0-0. Molnár kemény védekezése Kincel. Kincellel szembe Nyírbátori bedobás az eredménye. Nem igazán jó formában fejezte be egyik csapat sem az őszi szezont. Nézzük Csernák beadását, ott a fejes pálinkás érkezett ám, picit magasnak bizonyult számára a labda, és ez pont elég volt ahhoz, hogy kapu fölé tudja csak fejelni a ígéretes beadást, Csernák ígéretes beadását. Sánta kirúgását követhetjük figyelemmel. Egy ugi! Bagi. Timku elől. Aztán Terdik, Mankó. Volna előtt már nem tudta elérni, illetve Baksa volt az, aki keresztezett. És oldalvonalon túlra segítette a labdát. Szabó jobb oldalon. Csernák kéri el. Kince ketten már vele szemben. Szabó, ez most egy jó passz. Kis területen. Három nyírmátori Szabó kéri el. Kince nincs les. Ott a betett labda laposan. Most kivételesen nem magas labdával kereste pálinkást. Fenyőfalvi küzd a labdáért. Küzdelme sikeresnek bizonyult. Szabálytalanság. Csak amit vele szemben el tudtak könyvelni. Kince, Molnár tud még beleszúrni, Szabó, Fenyőfalvi. Kince, a vonal előtt nem tudta megszerezni. Lökés, Kis Gergőnél hátott lökést a játékvezető nyírbátori. Szabadrúgás. Tehát nem a legjobb formában zárta a szezont egyik csapat sem, de majd erre visszatérünk. Nézzük Csernák beívelését, nem? Bagi megy ki elkérni. Ez az ő ballábas beívelése szokott lenni a veszélyes jelzés a játékostársnak, hogy jövök. Meglátjuk, két tagú Cigándi sorfallal is megy onnan Csernák. Két tagú Cigándi sorfall, tehát Bagi. Ott a beívelés, és ott az érkező pálinkás volt. Ez
lestiázett az asszisztens, földről kell elvégezni, mutatja a játékvezető, hogy földről kell. Tehát amikor azt mondtam, hogy nem túl jól zárt a csapat, akkor az utolsó mérkőzésekre gondoltam, amikor is november 11-én Tiszafüreden egy 2-1-es vereség, aztán itthol egy 4-3-as parázsmeccsen, egy 4-3-as fordulatos mérkőzésen. Csalgótarján tudta elvinni a pontokat, ahol ugye 3-1-re is vezetett talán a Nyírbátor a szünetben. Lesállás miatt Cigándi. Szabadrúgás. Aztán az utolsó fordulóban egy 0-0-ás Balassagyarmati meccs. Itt hol a Balassagyarmat ellenében egy 0-0-ás mérkőzés. Ez volt tehát a Nyírbátor őszi szezonjának a befejezése, illetve a utolsó mérkőzései. A Cigánd esetében ugyanez szintén novemberben otthon egy 3-0-ás vereség a Salgótarjántól, aztán Balassagyarmaton nyert a Cigán 2-0-ra, otthon 3-2-re verték a Tiszaújvárost, november 18-án, aztán Füzesgyarmaton egy sima 3-0-ás hazai győzelem, tehát 3-0-ra kaptak ki, tehát felemásra sikerült nekik is az ősz befejezése. Csak úgy, mint a Nyírbátornak, így találhatják magukat mind a két csapat a középmezőnyben, abban a zsúfolt középmezőnyben, ahol azt mondtam, hogy egy pontra a 7. és a 10. egymástól. Abban az egy buta belépő, a koccanás ide haladszott, és nagyon jó szabadrúgás szögből, mint egy 17-18 méter, 17 méterre a Nyírbátori kaputól itt a 29-30. perc, hogyha az időjelzőre nézek, 30. perc az első fél óra utolsó momentum, amit tekinthetjük meg, nézhetjük meg, és nagyon veszélyes szögből, nagyon veszélyes szituáció, ideális szabadrúgás szög, ezért többen ott a Cigándiak részéről, Molnár is, Baksa is, jó lövők, Molnár ballábas is készülődik, Toma jobblábas, Baksa is ott van, és vegyük már eljön. Na vajon ki lesz az, aki a öttagú nyírbátori sorfal mellett, fölött vagy alatt kaput talál. Elgondolom, hogy szintén Timko volt az, aki kapura tekert, és vasas szemmel verte a labdát, mert mozdul nem mozdult rá. Ha mozdul, valószínűleg már olyan későn észlelt a sorfal mögül feltűnő labdát, hogy már nem is tudott rá mozdulni. A kapufa oldaláról az alapvonalon túlra mágódott a labda, tehát nincs gól továbbra sem az NB3 keleti csoportjában a bajnoki mérkőzésen. Pálinkás helyett Terdik volt az, aki megtolta maga mellett előtt a labdát, betörhetett volna a 16-oson belül a Cigándi, 16-oson belül rám. A játékvezető fogja figyelmeztetni a Cigándi 15-öst, méghozzá Szegedi Bencét név szerint, hogy ne reklamáljon, majd ő eldönti, hogy hogyan vezeti a találkozót és mire új szabadrúgást, mire nem. Bagi pörgeti tovább magának, próbálkozik egy megkerülés csellel, lökéssel, visszahúzással tudott csak pozícióelőnyt szerezni magának, ezt a játékvezető sípszóval honorálta is. Sánta végezhet el egy szabadrúgást vendég részről, mérkőzés 32. percében. A játékvezető mutatja meg a pontos helyét, akkurátusan Hanyec, és ha már oda megy, akkor figyelmezteti is rá, hogy nem kér sem az időhúzásból, sem az asszisztenciából. Sánta
Fedle! Ató átett labda, ami ide-oda pattog, a levegőben Fenyőfalvi lábán változtat utoljára, ilyen Baksa szelidíti meg. Olá felé az indítás hosszú, Fekete kéri el Vasastól. Cigándi B közép is hallatja hangját a túloldalon. Megérkeztek időközben már. Pici csúszással, de sippal dobbal itt a helyszínen. Jó hangulatot teremtve a mérkőzéshez. Hírbátori dobás Csernák kezében, de Kincel tud most elindulni. És vegyük ki a stadionból. Elment Gergő. Kincel. Csernák. Molnár közbelépése. Követően Timkó hozzá, Baksa. Baksa kis Gergőt szerette volna indítani, már nem az övé. Olával szemben egy szabálytalanság, illetve Baksa elleni szabálytalanságot fújja vissza a játékvezető. Baksa! Vegyük! Horváth Szegedi és Balla, a labda útja Szegedi kéri el. És vegyük, ott választja. Horváth jön hátra labdáján, Molnár most fönnmaradt. Horváth a bal hátvéd helyén, Kincelvel szemben, ahol zavarása sikeres volt. Molnár most egyedül marad itt a bal oldalon. Tóth, Fenyőfalvi, Mankó kéri el. Terdik. Már nem az övé. Tóth Fekete. 35. perc a mérkőzésen, 0-0-ás eredmény. Az eredmény jelzőtáblán itt Nyírbátorban, ahol a Nyírbátor FC vendége az NB3 keleti csoportjának közép mezőnyének rangadóján. Nyírbátor FC Cigán, tehát a küzdőfelek, tényleg küzdőfelek, hiszen küzdelmes találkozót láthatott az eddig eltelt 35 percben az a mintegy 100 néző, aki kilátogatott, és mondom, hagyott ott többek között olyan sportesemény, mint a Premier League egyik csúcsrangadója. A bedobás követően Olá tud csak nem meglódulni, hám Fekete keresztezett is. Még úgy tudott tisztázni, hogy rápattintott a Cigándi támadóra. Lambert. Magó. Tóth. Fekete. Magának tolja tovább, aztán nem talál olyan embert, akit tudna indítani, így kapuvédőhöz, Vasashoz hátra újra kezdheti a támadás építését a Nyírbátor. Fenyőfalvi Feketét keresi. Csernák és Szabó. Szabó lábáról leszedik. Csernák. Szabó. Pálinkás. Szabó kéri vissza. Csernák mellette. Pálinkás. Ott a betett labda. Kincel. Hátra dőlt lövés pillanatában is. Nem találta el rendes a labdát, ez pedig már a vonalon túl. Tudta csak Terdik utolélni. Ez is egy ígéretes lehetőség volt. Ám gól nem született belőle. Balla kezében a labda. Olá kéri el. Kis. Van előtte most terület, meg csehátja egy az egybe a csehát. Szabó. Jó védekezett vele szemben Mankó. Már forgatja át a bal oldalra. Terdik láb alatt elcsúszik magi általása, de még ott van Kincel, visszatett labdája. Terdik. És a lövés. Sánta.
Terdik vállalkozott egy lövése, mint egy 26-28 méterre a kaputól, felnézett és látta, hogy van egy sáv előtte. Szépen csapódott le a lövés, Sántának kellett tisztázni a léc alól kitolnia. 38. perc a találkozón, második nyírbátori szöglet. Ebben már vezet a hazai gárda szögletek számára. Bagi. Bagi tekeri be a rövid sarok irányába, Kincel érkezett volna, ki tudták fejelni előle, még ott a lecsorgó labda. Sánta szedi össze. Hosszú kirúgása Szabó. Szabó ilyenkor jól oldja meg ezeket a védekezéseket. Rosszel szedi össze a labdát, a belátóra feltett labdát, Bak sem mutatja a többieknek, hogy hova helyezkedjenek, Molnár kezében a labda. Kis próbált játékba avatkozni, a fején további csúszik Mankó, Molnár le tudja venni. Horváth vissza Baksa. Szegedi lép be most jól a cigándi támadásba. Mankó küzd már, nem az övé. Toma ki a szélre, ott a betett labda. Timkó Olá mutatja, hogy nekem ez jobb lett volna. Timkó szúrt még bele a labdába, mint egy 13-14 méter a kaputól. Vasas a rövid saroknál a bal kapufa tövében szedi össze a relassult és pattogós lövést. Hát ez is egy kaput eltaláló kísérlet a cigándi részről. Van tehát kezdeményező készség a vendégeknél is. Csernák, ez labda nem jó neki. Sánta ki kellett, hogy lépjen, hiszen lelassult a fülön. Kincel szedte volna össze. Olá fején ott próbált egy indítási kísérlettel operálni. Csernák megint versenyfutásban, Sánta ki kellett, hogy lépjen. 16-oson kívül jól oldja meg a vendégkapuvédő. Bagit lökik ki a labda alól. Timkó tovább tud menni, aztán az akció Vasasig vissza, Vasas és Tóth játszik össze. Mankó. Pálinkás jól lép hátra. Ott nincs játékostárs, Bagi. Nem jó helyre tette már, Fekete szedi össze hátul, Szabó jelzi, hogy indul, Kincel. Kincel Horváthot forgatja meg. Terdik felé próbált egy labdát tenni Baksa. Szegedi és Sánta. Szabó fejjel. Olá. Horváth rosszul teszi vissza. Szabó. Mankó. Felnéz, leveszi. Leveszi, felnéz. Fekete. Szabó. Eddig egy veszélyes cigándi szabadrúgás, ami a kapufán csattant. És 2-3. Nyírbátori helyzet, ami kimaradt. Pontatlan befejezéssel, pontatlan sikerült befejezni a hazai gárdának. 42. perc a találkozón. Inkább a küzdelem dominál most a mérkőzés ezen részében. Gyűrik egymást a csapatok, ahhoz képest, hogy milyen csapadékos időjárás volt, láthatóan jó előkészített talajon. Nem tűnik minden olyan mélynek a pálya, aztán ezt lehet, hogy a játékosok másképpen értékelik, lehet, hogy sokat kivesz belőlük ez a szokásosnál picit nedvesebb, csúszósabb, mélyebb talaj. Ahhoz képest, hogy a múltkori forduló még elmaradt a hideg és a
pályák használhatatlansága miatt, ahhoz képest kifejezetten jó futballidő és kifejezetten jó talajú pálya fogadta Cigándot is, azt a Cigándot, amely most Timkó révén veszélyeztet és szerzi meg a vezetést a mérkőzés 43. percében. Olá egy bal oldalon indult akciót. Hát a 43. percben maradt szótlan a nyírmátori tábor, ami egyébként is szótlan volt, és kezdi el zúgni rémusait a Cigándi távolról. Timkó Zsolt tehát, aki a 43. percben Olá bokapasszá után gyönyörű szépen lépett ki, és a 16-oson belülről a kijövő kapus mellett a kapu bal oldalába helyezte a labdát. Hát a küzdelem domináltán a Cigánd várt egy kínálkozó lehetőségre, ez a 43. percben eljött, eddig nem volt, ugye épp az előbb említettem, hogy egy kapufás szabadrúgáson kívül nem sok lehetőséget dolgozott ki a Cigánd, nagy valószínűséggel a biztonságosnak tűnő védekezésből aleket adták ki ezt a helyzetet, és egy lehetőség elég volt szemben a nyírmátori három próbálkozással, három kidolgozott helyzettel, hogy gólt érjen el a vendégcsapat. Csernák kapu fölé, a labdája kirúgással fog folytatódni a küzdelem. Egy perc még a rendes játékidőben, az első fél időben itt az NB3 keleti csoportjában, ahol a nyírmátor vendége a Cigánda. Gól már ezen a mérkőzésen is lesz. Ezt egyenlőre a vendégek szerezték. Toma egy jó csellel kísérletezik. Aztán jelzi, hogy ellökte Terdik, ez szabadrúgást nem ért, ám Terdik érintette utoljára a labda, ami elhagyta az oldalvonalon túl a játékteret, így Cigándi bedobás, lassan lepereg ezzel a momentummal a 45 perc, az első 45 perc a hosszabbítást még eddig nem jelzett a játékvezető, valószínűleg ezt az akciót megvárja, és hamarosan lefújja az első játékrészt. Ebben a pillanatban ez meg is történik, itt tehát a kiegyenlített küzdelmek csatája egy gólos vendégvezetés mégis a találkozón, így ezzel az eredménnyel várjuk vissza önöket a második fél időre. A küzdőfelek is a pályán, illetve mi is itt vagyunk a mérkőzés második fél idejére készülődve. A hazai nyírbátor percekkel korábban kérkezett már a vendég Cigándiak, most ezekben a másodpercekben érkeztek a játékvezető hármas és a hazai gárda vártatán. Nekik a fontosabb, igen, nekik a fontosabb, hiszen 1-0-ás vendég előny itt a keleti csoportban a bajnoki labdarúgó mérkőzésen, ahol a Nyírbátor FC vendége a Cigánd FC csapata, és a 43. perc óta vezett, tehát 2 perc a vendégek pálinkás kezdte, tehát a hazai Nyírbátor csere nem történt egyik gárdánál sem a szünetben, hogyha jól olvastuk a játékot, ám a nyírbátori edző egészen biztosan fog, hiszen a szünetben is elég komolyan készülődött, és már a kis paroknál vetkőzik a 9-es számú bíró Dominik. Miközben Vasas igazgatja az övéit. Egy szabadrúgás. Nem, még bíró is elmegy a többiekkel. A vetkőzött ugyan már, de még elmegy többiekkel az izmait jobban bemelegíteni. Közben ott a beívelés, és ott egy sarkanás szegedi mutatja földön fekve, hogy
őt bizony bántották. A nyert játékvezető pedig azt mondhatja, hogy az első szögletrúgást végezheti el a találkozón a Cigánd. Kifelé jövet, azt mondta a Cigándi szakvezetője, Terjé Sándor, hogy önbizalommal játszanak, ezt kérte tőlük a kijövetelkor. Az önbizalom az első támadásnál már érzékelhető, valószínűleg a gól meghozta az önbizalmukat, mi más hozhatná meg, mint idegenben egy az első játékrész végén, utolsó perceiben szerzett találat. Szabó közben három védő, Molnár üldözi, már a 16-oson belül ellövi, elfogyott az erő, mint egy 50-60 méteres labdavezetési sprinttel maga mögött hagyta védőit. Szabó kísérletezés dicséretes, ám a lövés a végére már gyengére sikerült. Társak nem nagyon tudtak felzárkózni. Terdik nem tud labdát szerezni, Timku, aki a túldara Kis Gergő felé tette a labdát. Szabó már labdaszerzésben jeleskedik. Fekete. Vasas. Hozzad már! Érdekes lesz a játék a másik fél időben, hiszen a hazai Nyírmátornak kell kezdeményezni továbbra is. Nem lehet kivárásra játszani, hiszen az ellenfél vezet. Bagi beadása közben nem volt sikeres, aztán még megzavarta ellenfelé Timkót, és vissza tudta szerezni egy bedobásra. Bagi, Fenyőfavi. Felnéz, keres egy társat, Csernák az, aki talál ki a bal oldalra. Terdik, bal lábán a labda leperdül, és beadása a kapu mögött. Megnézte pálinkás helyezkedését, ám beadása sikertelen volt, lábáról leperdült a labda így. 3 perc játékot követően, 3 perc az mozgalmas volt, hiszen volt benne Cigándi támadás, Cigándi szöglet, Nyírmátori támadás, egy Szabó elfutás és Terdi beadás, úgyhogy történések megvoltak ebben a 3 percben, összesűrítve. Terdi fején tovább tud csúszni a labda, nem tudta már irányítani a fejesét. Bagi szedi össze. Balla fogja bedobni. Pálinkás mögötte balla tudott irányított fejest leadni. Tóth. Fekete. Felnéz, keres egy társat. Nincs nagy mozgulódás elől. Nagyon szakad el senki az emberétől. Bagi. Terdik és Bagi. Pálinkás már nem az övé. Szegedi jól lépett. Kik Mugyula jól élt a játékkal. Fekete. Csernák. Csernák most egy ócsát követően már nem az övé a labda, olá billenti ki az egyensúlyából. Sárga lapot reklamál Mankó a labda elrúgásért. Csak figyelmeztetés lesz belőle. Fekete. Fenyőfavi. Csabát rendeli följebb. Ambrusz Árpád technikai zónából irányítva. Fekete. Játékvezetői erre várunk. Először elfoglalja azt a pozíciót a játékvezető, ahol leginkább átlátja felületet, területet. Fekete. Tóth kérte a bal oldalon, Fekete nem őt választotta, Kincelt próbált a játékból hozni, Kincelt. Molnár könnyen választja a labdától. Tóth kéri el, Mankó tette hátra. Tóth középen pálinkás küzd, 4 ember között Terdik. Már nem az övé. Fenyőfalvi belépője szabálytalan. Tomával szemben a szabálytalanság. Toma teszi le magának. Baksa. Baksa Timkó felé. Timkó, Bagi. Még meg is tudja játszani a vonalőt.
remekül pattintotta Tim Kóra megszerzett labdát. Kincsel fején tovább csúszik. Csernák már nem. Itt nagyon könnyen választják el rendre a labdától. Benne van majdnem minden akcióban, de az új teljesítményi ezek némi homályt még ezen a mérkőzésen. Fekete, Terdik felé. Terdik most két védő között próbálkozott. Szegedi stoppolt a levegőből Timkó már. Timkó kéri vissza. Horváth. Olá felé. Labdája. Tóth. Bagi. Fenyőfalvi. Ez most egy jó cseh volt. Kince. Lánikásnak kell versenyfutni. Monalban a nyírbátori kispad. Az asszisztensen. Kérik számon ítéletét. Pálinkás vállalkozott van egy versenyfutásra Kincel pörgetése követően. Szegedi. Póli Horgas. Cigándi. Védő. Svedjuk. Timkó és Bagi. Bagi csak Tomáig tudta lefejelni labdát. Baksam leveszi. Higgadtan oldja meg. Balla. Balla. Még mindig ő. Már nem az övé. Bagi belevását követően Mankó. Tóth. Mankó. Pálinkás indul most el Szegedi vele szembe. Ott a betett labda még Kincel lába előtt elmegy Molnár, és Kincel volt az, aki középen küzdöttek egymással. Molnár volt picit előnyösebb pozícióban, Szabó most két csert követően. Balla leteszi a labdát, nincs les. Ott a lövés, és ott a kapu mellett elmegy Csernák lövése. Elpörgette a jobb kapufa mellett. Most szól Ambrus Árpád Víró Dominiknak, lehet, hogy pont Csernáknak volt ez az utolsó kísérlete a mérkőzésen. Csernák Martin Tibor, tehát az első mérkőzésen még gólt szerezhetett volna. Víró Dominik készülődik tehát 9-es beállásra. Baksa, lefejelt labdát, kis, aztán Olá, és ott a lövés, Baksas megint csak szemmel verte ezt a labdát, és el megint nem ugrott, megint nem mozdult Olá Levente lövésére, mint egy 25-ről súhintotta rá a kapura. Nagyon élesen tartott a kapu jobb felső sarka felé. Bagi felé a labda. Bagi küzdenie kell Szegedien. Szegedi engedi ki. Még rá pörgött Szegedi lábára. Bagi rutinosan kerülte meg védőjét. Szegedi próbálta kiengedni ám a labda. Szögletnél jön egy csere. Terdik fogra jönni, nem Csernák, tehát Csernák marad a pályán. Terdik 17-essel le, Bíró 9-essel be. Terdik Zsolt tehát le, Bíró Dominik be. Második félidő, 11. perce, nyírbátori szöglet a harmadik a mérkőzésen, ott a fejes, Molnár fejelte fel a levegőbe, még tovább, Timkó, Bagi belépője egy sárgalap,
Bagi lépett oda. Toma próbálkozott volna egy gyors indítással, ám Bagi ezt nem hagyta a szögletből, tehát sárga lappal értünk ilyen. Toma még a földön, most engedi be a játékvezető a csapatban. Ferdi Zsolti helyett a 9-es számú Biró Dominik lépett pályára. Bagi Ákos pedig sárgalapos figyelmeztetést kapott. Továbbra is első segélyben. Tomát kell még ápolni, jelzik Terdék Sándornak, hogy tudja folytatni a labdarúgó. Egy fagyasztó spray segítség volt, illetve a masszőr Csáki Péter segítsége kellett hozzá, hogy folytatni tudja a játékos, hogy kemény belépőt követően Sánta. Alá csúsztatja tovább. Mankó szedi össze, aztán Tóth Fekete. 13 perc telt el már ebből a játék részből. Nyírbátori lehetőség volt, Cigándi lehetőség is. Kiegyenített ebbe a küzdelem most. Ám az eredményező támlán egy gólos vendég előny. Áll a 43. percben szerzett Timkó góllal vendégek vezetnek itt Nyírbátorban, NB3-as bajnoki mérkőzésen, az NB3 keleti csoportjában. Ezzel a győzelmével megelőzni a, mondanom csak el, a Cigánd is ellépne, felzárkózna. 6. helyen áll a Tiszafület 23 pontot, tehát mondtam, a középmezőn az nagyon zsúfolt. Egy ilyen 3 pontos győzelem az nagy segítség lenne. Közben nézzük Kincert. Kincert már 16-oson belül. Felperdül a labdája, bírótól kapott labdája, és szögletrúgás lesz belőle, meg élénkült a játék, meg Kincel volt az, aki talán egy ütemmel, hogyha hamarabb teszi kapura, kísérletezik, akkor gól lehetett volna belőle, és amíg a szöglethez kimegy Csernák, addig elmondom, hogy a Monor vezeti a tabellát 43 ponttal, a SMTK, az Erzsébeti csapat 36 pont, és utána egy szakadék 29, illetve 26 pontos csapatok, de közben nézzük a nyírbátori szögletből kialakult helyzetet, amit Tóth egy felszabadítás, egy felszabadító felszabadításnak is beillő lövéssel zárt le, és zárja le a második játékrész első 15 percét is, hiszen mire Sánta visszahozza a labdát és elhelyezi az ötös vonalán, valamint nekifut és kirúgja, addigra lepereg ez a perc is ebben a játékrészben, amely perccel már is még közelebb került a Cigánda idegenbeli sikerhez, amiről az előbb beszéltem, de nyírbátori szurkolók és stáb reményei szerint ez nem fog megkövetkezni, és erre még 30 perce van a hazai csapatnak. 30 perc van arra, hogy szépítsen is kiharcolja az itthoni pontokat, pontot vagy pontokat, legalább pontra számítanak, ez röviden dadogósan visszatett labda, de még bele tudott rúgni egy nagyot. Tóth Pálinkás lép bele az indításba, kis próbálkozott egy indítás elem, felszabadítással indítás elem. Ez a lövés, ez Pálinkás lábáról került az oldalon túl. Az első fél időben még rendre sikerült megjátszani Pálinkás Gergőt. Rosszú indításokkal be is tudott belőle egyszer-kétszer fordulni, meg tudta teremteni magának a helyzetet. Gondoljunk csak a beadására, ami az asszisztens ítélete váltott ki most némi elégetlenséget, illetve mosolyt csalt a nézők, ugyanis először Cigándi, majd később nyírbátori bedobást mutatott. Többen kérik, hogy
döntsön, vagy hogyha nem tudok, akkor segítenek a döntéshozatalban. Természetesen mindenki a saját csapata igényei szerint. Szabó, Virvátori bedobás, Fenyőfa, ami kérné, nem ő kapja a Kincel. Ez pontatlan, ez az indítás Kincel részéről. Tóth. Fekete. Csernák. Szabó. Vissza tudja még szerezni Kincelnek, már pontatlan, nem még ott van Pálinkás Kincel. Most Bíró tud kiugrani egy az egybe a kapussal szembe. Ő is meg tudja csinálni, ő ám, ő belerúgja a kapusba. Ugyanabból a szituációból, ugyanonnan, ahol a 43. percben Timkó szerezte a vendégek vezető találatát, Bíró lépett ki és belerúgta a kivetődő kapusba. Szinte lekopírozták azt a nyírmátori lehetőséget. Annyi, hogy a labda jött máshonnan, hiszen ez egy Kincel passz volt, ott pedig egy játékos mögül érkező passz volt, ez pedig egy keresztlabda. Pálinkás, 16-oson belül folyik most a játék. Bíró. Ennyi helyzetet nem lehet büntetlenül kihagyni a futballban, amit azt teszi a hazai nyírmátor. Vajon mi a pontatlanságnak az oka? Az előbb Kincel, most, bocsánat, az előbb Csernák, most Bíró volt az, aki szemben a kapussal, a 16-oson belül nem tudta megoldani, vagy mondhatjuk azt is, hogy Sánta jól zárta az öget, persze, ezt is elmondhatjuk. Pálinkás fején tovább, perdő labda, szegedi Tóth. Bagi kéri, nem ő kapja. Tóth, Bíró. Bíró jó fordul most le. Még mindig az övé. Hárman vele szembe, ez már nem a labda volt. Horváth mutatja a játékvezetőnek széttárt arra, hogy ez mi ezzel a problémája. A játékvezető megmutatja a pontos helyét a szabadrúgásnak, Bagi és Csernák labda mögött. Sánta köti a cipőjét, kéri a játékvezetőt, hogy várja meg. Többen jelzik, hogy ez már bevált szokása a cigándi kapuvédőnek ilyen szituációban. Időhúzást. Két tagú sorfal, kicsit közel a labdához, nem Csernák. Ez egy nagyon gyenge kísérlet volt, se iránya nem volt jó, se a sebessége a labdának. Mankó, Szabó. Dicséretes, hogy még vissza tudta szerezni a labdát. Ügyel bajjal a saját labdáját, Mankó. Bagi, Bíró. Csernák. Már nem az övé, Bala. Olá. Timkó, Baksa. Szépen játsszák most meg, és hozzák ki a cigándiak. Jó a súlypont áthelyezés a bal oldalra, Molnár. Jó védekezés fele szembe, Kincel. 3-3 előre. Pálinkás mutatta, hogy hova kér a labdát, nem mondja, hogy Svedjuk. Olvasta a játékot, mondhatnám ezt is, nagyon gyenge volt a Kincel passza. És ezt aránylag könnyű volt olvasni. Fenyőfa, ami régen találkozott már a labdával. Szabó. Betett labdája. Sánta érkezik, és engedi ki a vonalon túl. Cigándi dobás lesz. Robi! Rosszelnek kiabálnak hangos Robit. Nyírmetről kispadról, tehát még egy csere lesz a második félidő. Fele pereg le lassan, 21. percben járunk már, és nyírmátori lehetőségek mellett cigándi lehetőséget is fel tudtunk jegyezni, ám sem egyik, sem másik oldalon nem született gól, így sem a vendégek nem tudták növelni előnyüket, és a hazaiak sem tudtak zárkózni, szépíteni. Bíróról pattan most ki a labda az oldalon a túra.
Balla szedi össze. Mankó. Fekete. Bíró. Még megvan a volan előtt. Szép volt a labdalevétel és a megjátszása is most. Kettem eleszen, de csak vissza. Tudta játszani. Bagi szedi össze. És dobhatja be. Pálinkás. Baksa középen, bal oldalon ingyett a Kist, kis versenyfutása Szabóval, Szabó előnyösebb helyzetben is, gyorsasága is megvan, jól zárt vissza, Csernek. Mankó. Mankó, Fenyőfalvi, kéri vissza. Tóth Márk. Vonal előtt még, Bagi. Passza is jó Csernáknak. Most egy jó betett labda, egy keresztezés. Mi lesz belőle? Csere. Csere és kirúgás. Többen jelzik a játékvezetőnek. Cseré Csernek fog lejönni. Az előbb már beharangoztam, most meg is történik. Szabadrúgása már nagyon látszott, hogy elfogyott, elkészült az erejével. Nem. Újabb Csere a nyírbátori csapatban. Nem volt benne így. Rossz el helyette. Segíteni a... 19-essel Rossell Rooney Robert lépett. Fekete. Fenyőfalvi, Baksa. Toma előre, Timkó. Bagi még. Meg is tudja játszani. Rosszelnek most egy indítás. Rosszel. Sánta vele szembe. Kapus jól jött ki a kapujából. Mankó. Fenyőfalvi. Be középre. Mankó kérje. A fordítás is. Feketének. Fekete. Elő most a nyírbátori csapat. Bíró. Már nem az övé. Molnár. Leszedi a lábáról. Olá kéri elő. Fekete becsúszása. Rendületes és jó. 18-assal fog beállni. Horváth Attila. A cigándi részről is, aki lejön mindjárt. Megnézzük, talán Kis Gergőnek mondta az elején. Másik oldalon lement, igen. Kis Gergőnek mondta az előbb Terdék Sándor, hogy még 3 perc van, cseréjék húzza meg. Cserél a vendégcsapat, 18-assal pályára lépő Horváth Attila, a túloldalon lemenő 17-es Kis Gergő helyett lépett pályára. Bagi, tehát miután elkönyveltük a cserét a 25. percben a második játék részben. 1-0-ás vendég előnynél, Mankó, Fenyőfalvi. Mindenképpen szeretné, tehát Ambrus Árpád, Szabó közben nézzük már a 16-oson belül, még visszacsele, aztán még a jobb lábára egy újabb csele, és pálinkás feje felett a betett labda tovább csusszant, és így kirúgással fog folytatódni a játék, tehát a cserékkel azt érzékelteti Ambrus Árpád, hogy ő a mindenképpen szeretné az egyenlítő találatot és a győzelmet is talán megszerezni a csapatnál, hiszen előre támadó szekcióban frissített és hozott be plusz erőt. Balla. Berobás, ez kézre pattanó labda. Timkó. Toma kezére pattant a labda, Timkó szedi össze. Kincel kéri a játékvezető, mérje ki a 9 métert.
Bagi és Kincel. Kincel tekeri be élesen Rooney fején, és ott a gól! Rossell fején tovább csúszott a labda, és ki az Fekete, aki behúzza a kapuba. Az itteni. Már erre a percre vártunk már elég régóta. A nyírpáponi gól szerzője Fekete. Megvan tehát a zárított egyenlítésen. Második félidő 27. percében egy nyírbátori szabadrúgás, amit Kincel végzett el, élesen tekeredett a kapu elé a labda. Rossell Róbert tudott belefejelni. A helyi műsorközlő úgy mutatta be, úgy konferálta fel, mint Rossell Rooney Róbert, így maradta benne a fejemben a Rooney. Így magával ragadott a nyírbátori támadás. Tehát az ő fején csúszott tovább a labda, már-már úgy gondoltam, ez második sárga, Bagi Ákos fog kiállni. Ez egy buta szabálytalanság volt az előbb, az ő belépőjét követően. Tehát ez a mérkőzés sem múlik el. Tehát az egy egyenlítés követően egy perc, és már is megvan az újabb nyírbát. Az újabb nyírbátori probléma, egyikből kilábal a csapat, és ott a másik, fel van adva a lecke. Most nyírbátori cigándi szabadrúgás, ennek következtében buta szabálytalanság sárgalap birtokában a másodikat is összeszedte Bagi Ákos, tehát jó, hogy belenéztem az elején a statisztikába, és láttam, hogy ez bizony parás mérkőzés szokott lenni. Kincel néz fel ott az indulás Pálinkás felé, felnézett, Kincel megnézte, hogy hol indul Pálinkás. Pálinkás tartotta a kezét, jelezte, jól is gondolta, Kincel ám a lecsúszott. Talán reklamált Bagi, és ezért húzta ki a gyufát a játékvezetőnél. Pálinkás gyönyörű szépen csinálja meg. Még nincs is kín a labda, mutatja. Most mutatja. Feki! Pálinkás, Rossell, Szegedi védekezik mellettet, Kincel, nem volt jó, Rossell vetett labdája, Molnár átlép Isánta, már is a bal oldalra forgat a frissen beállterő Horváth Attila a bal oldalon. Horváth és Molnár játszik össze, az emberelőnybe játszó cigán, de egy perce játszik emberelőnybe a vendég cigán csapata, 1-1 az eredmény, és egy szurkoló, egy nyírbátori szurkoló a szünetben azt mondta operatőr kollégámnak, hogy nagy tételben merne rá fogadni, hogy döntetlen lesz az eredmény. Ez a döntetlen eredmény áll most az eredményjelző táblán. 1-1 itt Nyírbátorban, nyírbátori városi sporttelepen a MB3 keleti csoportjának közép mezőnyének rangadója. Nyírbátor FC Cigánd FC találkozón reagál rögtön a kiállításra Ambrus Árpád, és Boros Dávid Botondot fogja beküldeni, erősíteni a védelmet, és talán megőrizni, megszilárdítani mindenképpen a védelmet, és megszilárdítani a csapat hátsó alakzatát, hiszen a baloldali védő pozíciójából esett ki Bagi. A gól utáni. Egy perc a gól után a kiállítását követően. Mankó engedi ki a labdát a vonalantúra. Mankó le a pályáról, és Boros Dávid Botond be. Újabb csere a nyírbátori csapatban.
Mankó Dávid jött le 15-össel, 12... Boros Dávid, tehát a 12-essel a nyírbátori csapatban. 12-essel Boros Dávid lépett pályára. 32. perc a találkozón, tehát utolsó negyed órába léptünk ezen a mérkőzésen itt. Utolsó negyed óra, tehát utolsó, ennyi áll rendelkezésre, egyik és másik csapnak ez egy kezezés volt. A Fenyőfalvi kéri. Toma. Nyugodtan, nyugi van. Baci, vidd előrébb és üvedd fel. Hol van, Tori? Hagyd Bacinak fel, Kince. Erbi! Pálinkás. Jó fedezi a labdát, amit levett mellel. Boros első labdaérintés, lehet egy jó beadás, igen. Megvan a beadás. Sánta kezében a labda. Kiszámította jól a labda ivét, a rutinos hálóőr, a rutinos portás, Cigándi portás és Molnárt hozta játékba. Szabó, kéthetes küzdelme, a kéthetes csatája most. Szabó miután megszerezte, utána attól kelegele is adta a rossz el. Nem keveredhetett játékba, nem kerülhet a játékba. Szegedi átlépi már a nyírbátori térfelet. Fekete jól lép ki. Timku húzza, mondja, és egy sárga lap. Most Cigánd részű és a gólszerző Timku kapja sárga lapot. Fekete ellen elkövetett szabálytalanságért. Sárga lapos figyelmeztetés kapott a Cigándi Timko Zsolt, 24-es számú. A Cigándon ősszel. Ősszel Cigándon három kiállítás volt, itt már egy nyírbátorban. Bogi Ákos jutottak, kiállítottak sorára. Egy-egyes állásnál majdne ezen egy kivúsztolt egyenítő góllal. Gólt követően egy perccel. Rossell, pálinkás, megvan az esernyőcseli. Ott a lövés, 5 méter a kaputól az ötös van. Gyönyörű szépen csinálta meg pálinkás magának a helyzetet. Volt türelme és volt lélekelléte még egy esenyőcselt is megcsinálni ott az ötös környékén. Onnan tudta még kapura tenni, ám Sánta már kim volt és jól zárta a szöget. A rövő játékos Toma és Baksa játszott össze Horn Vált. Ferenc két horvát most a pályán, Horváth Ferenc, Horváth Attilát indította Cigándi részről. Ez ember hátrányban küzdő nyírmától, tehát helyzetet tudott kialakítani pálinkás révén. Rossell tette be feje fölött a labdát pálinkásnak, és ez már nem Szabói. Olá. Toma. Be tudod fordulni, nincs szabadrugás, Timko. Még mindig az övé, minden labda hozzá pattan vissza. Boros, frissen beállt, Boros még a vonal előtt meg tudja tartani. Bíró ellen egy lökés, balla. Jól lépett be Bíró Dominik balla elé. Gyere Pálesz, gyere fel vonalig, gyere! Bíró. Még mindig az övé. Harmadik. Szabó. Jó volt most a kereszt, passz, jó vette észre, hogy Szabó üresen várja az általános, még mindig az övé Bíró. Most a kezére pattan, az ő kezére. Így Cigándi szabadrugás. Az eredmény jelzőt és az idő, azon futó időt, pergő időt. Figyelem, 36. perc a második játék részben, 9 perc a rendes játékidő befejezése előtt, 1-1-es állás itt Nyírbátorban a NB3 keleti csoportjában. Sánta. Már ő sem húzza úgy az időt, mint eddig, mint 1-0-ás vezetésű birtokában. Szabó. Rossell. Szépen vadásszal le a labdát, svedjük lábáról. Visszatett labdája, már nem az ő Fenyőfalvinak kell csúszni. Horváth saját tengelye körül perdült kettőt. Toma felé nem jó, Baksa higgadtan lefejeli Ballának, Balla szegedi, Baksa kéri el, Baksa felnéz. Timku indul el, Lest reklamálnak a nyírbátori védők.
nem jelez az asszisztens, Boros vele szemben, már a 16-oson belül. Toma visszatett labdája Horváthi. Horváth, Balla. Balla. Timko, nem Toma. 22-es pálinkás becsúszása jó. Bíró, ez a labda rövid. Balla. Baksa. Feketén perdő feladda. Vasas. Gyere Pálesz, gyere Pálesz! Rosszel kéri, mutatja, hogy hova kérte volna. Molnár támasztja meg hátulról, a kirúgás nem volt jó, vasas kirúgása. Rosszel mutatta, hogy a szerette volna, hogyha indítja egy kirúgással. Ez hátulébb is pattant le, és nem is az övé. Molnár. Horváth kéri el. Baksa. Toma. Balla. Lábról lábra folyik most a cigándi akció. Bíró mutatja, hogy ez nem volt ilyen súlyos, Toma ellen elkövetett szabálytalanságában, az asszisztens jelzi. És megint jelzi, hogy bíró is. Kettessel fog beállni a cigándi csapatban Oravec Zénó. Aki lejön, az pedig a gólszerző Timko Zsolt. Cserélt a cigánt, 24-esen Timko jött 8 meg. Percet kapott még a Oravec Zénó. Pedig Oravec Zénó lépett pályára. Jobbi! Oda! Jobbi! Berúgása Oravec kapja, a frissen beállt Oravec, és ott a lövés. Jobbi, bravo! Centiméterekkel a kapu, bal kapufa mellett. Jogi van már! Egy lövéssel vétette magát észre a frissen beállt játékos. Vasas. Pálinkás. Fején tovább csúszik a labda, bíró. Hátulról támasztja meg Balla. Bíró és Balla. Mindkettőt külön kell választani. Boros kéri el a labdát. Boros. A labda mögött 6 perc a rendes játékidőből, 39. perc, ez a beadás, ez lapos volt és céltévesztett. Fenyőfalmion jó szerez labdát, ám a indítása már pontatlan. Boros felnéz, még fönt van a csapatnak a nagy része, vissza tudja még szerezni a labdát. Bíró gyönyörű szépen csinálja meg Szegedi, mert még mindig az övé a labda. Már a 16-oson belül ott a lövése, lepattant, belefordult Szegedi, vagy Svedjuk, már nem is tudom melyik volt az a két középső védő közül. Ez egy kiugratás Horváth felé, ám ez Vasas szedi össze. Bíró megcsinálta a nehezét, aztán mikor a lövésre került van a sor, akkor attól kellegebb becsukott szemmel fogta és beleszúrt egyet a labdába, ez nem volt jó. Talán ha eltekeri a hosszú sarok irányába, na de hát innen könnyű nekem az oszlop mellől okoskodni. Szabó. Más ott a játék hevében már ki tudja hány lépéssel a lábában megcsinálni. Ráadásul ember hátrányban küzd a Hírbátor Bagi kiállítását követően. Boros betett labdája, jó pálinkás, nem tudott belestukkolni a labdába. Kincszer szerez még labdát, pálinkás még az övé. Szabadrúgás vele. Egy gyors akkumulátorcsere a kamerában, és mehet tovább a mérkőzés, a még a szabadrugáshoz való készülődés. Ketten állnak be, a nem bíró már eljön onnan a cigándi sorfalból, Rosszel és bíró igyekszik zavarni. Hárman a labda mögött Kincel, Boros eljön onnan. Kincel tekeri kapura, erő volt bennem, céltévesztett. Kapufa fölé tekerte kínálkozó lehetőséget a mérkőzés. A második játékrész 42. percében
Sánta kirúgása. Pálinkás. Jó fejjel vissza, Rossell. Lökés. Szegedi. Szegedi védekezett. Kince. Ambrus Árpád mondja, hogy várjál, ne kapkodd el. Várj meg, míg fölmennek a társak, hangzik el a szakvezető részéről. Kince. Egy ember a sorfalban, Toma. Kince most a beívelés választja, ott a tovább csúszott labda, Pálinkás már jobb lábára helyezte a súlypontot. Így a bal lábára érkező labdát nem tudta irányítani. Szabó, ez még meg lehet ez a labda, meg is van. Szabó és Molnár. Kince. Fekete. Sárgapos figyelmeztetés, ki fogja kapni, Fekete. Mi a baj? Három, szabálytalanság. Sárgapos figyelmeztetés a mérkőzés vége előtt 2 perccel. Fekete kapja. Parázs lett a második félidő. Sokkal mozgalmasabb volt ez a cigándi gól az első játékrész 43. percében. Előhozta a rejtett érzelmeket, érzéseket a mindkét csapat. Ott van most a kínálkozó lehetőség. Jobb oldalon Kincel indul, nem volt pontos a labda, de azért még megvan a vonal előtt. Kincel felnéz. Rosselt keresi. Rossell. Eltüntetik ott a vonalnál. Pálinkás még megszerezheti a vonalnál. Megvan még. Nem, nincs kint. Pálinkás. Kisöpri. Orovec. Lábát kisöpri. És így szabadrúgással jöhet a cigándi csapat. Sánta kikocog. Sánta tehát. Fekete. Megmozdulását fújja le, Olával szembe játékvezető. Az asszisztens kicsit késve, de azért jelzi, hogy lökés volt Nyírbátori részről. 3 perc hosszabbítást jel ez a játékvezető. Baksa. Baksa. Toma. Svedjuk. Molnár. Svedjuk. Szegedi. Bíró zavarja meg. Kapu védőig hátra, Sántáig. Gyere már, Pál, ez fejjel! Kiegyenlített első fél időt követően 43. percben szerzett vezetést Timkó révén. A cigánd egy szemfüles találattal második játékrészben mozgósították erőforrásaikat a csapatok. Ez főleg a Nyírmátorra volt jellemző, ki elég sok mindent megtett azért, hogy megszerezze az egyenlítő találatot. Ez sikerült a 30. perc környékén megszerezni, pedig itt van majdnem a győztes talált cigándi részre egy élesen Orovec részéről belült labda, és még egy szöglet cigándi részről. Tehát már próbáltam az összefoglalót elmondani, hogy második játék részben a döntetlenig sok energiát mozgósított a Nyírbátor, sikerült, aztán egy buta kiállítás befolyásolta az erőviszonyokat, és még mindig nyírbátori lehetőséget sikerült fejezni, de most nézzük, hogy mi lesz ezzel a szöglettel, a időntűlő szöglettel a 3 perc hosszabbításon belül. Vasasnak kellett azt a létszalót kitolnia, még talán egy támadása van lehetőség. Kincel jobb lábára kell, hogy tegye, kiperdíti a vonalon túlra, bíró állta volna a labdát. Lassan lepereg a 3 perc hosszabbítás is. Balla kezében a labda. Balla. Cigánnak jó az 1 pont, ezt többször érzékeltették Sánta időhúzásaival például. Kincel teszi most föl, még Rosselnek. Rossell mehet. Szegedi.
nincs segítője. Rosszal egyedül maradt fönn. Pálinkás visszalépett a kiállítás követően, átszervezte belül a csapatát Ambrus Árpád, Molnár és Horváth. Bíró szerez most labdát. Bíró, hárman, kettel a hárman. Rosszel. Szegedi jobb pozícióban, Rosszel, ahogy maga elé engedte már, Szegedi be is szúrt. Most még jöhet egy utolsó kísérlet. A 3 perces hosszabbítás is véget ért már, de talán erre még lesz lehetőség. A bíró kezében a labda, a bedobás. Játékvezető szájában a síp. Nagy valószínűséggel nem lesz lehetőség, nagy valószínűséggel le fogja fújni a bedobás követően. Nincs még síp szó. Tóth kiengedi. Még folyhat a játék, még engedi a küzdelmet Hanyec játékvezető. Firmátorban. Boros. Felívelés, Pálinkás keresi. Pálinkás fején tovább tud csúszni. Rosszel. Sánta mondja, hogy jövök. Sánta kezében a labda, a játékvezető ránéz az órájára. Még egy kirúgást engedni fog. Letelt a rendes játékidő, letelt a 3 perces hosszabbítás. 1-1 az eredmény. Kirúgás Kincel. Kincel hátán csorog végig a labda. Oravec fel a levegőbe. És most ért véget a találkozó itt Nyírbátorban, a Nyírbátori sporttelepen, NB3-as mérkőzésen. Timkó 43. percben és Fekete a második félidő 30. percében szerzett találatával. 1-1-es. Így már a kiállítás követően talán azt lehet mondani, hogy a játék összképét tekintve az igazságoshoz közelítő döntetlen, ám a Nyírbátornak több lehetősége volt mezőnyben, viszont kiegyenlített. Nem folyt a játék, de az eredmény, ami az eredményező táblán áll, az pedig 1-1-es döntetlen. Egy pontot szereztünk, vagy kettőt veszítettünk? Hazai pályán minden meccset meg kell nyerni, tehát egyértelmű, hogy kettőt veszítettünk. Még akkor is, hogyha hátrányból egyenlítettük ki a mérkőzés állását. A kiállításnál természetesen át kellett szervezni a csapatot. Hogy láttad a kiállításért, mennyire sikerült megvalósítani azt, amit a zöldözőben megbeszéltetek? Úgy gondolom, hogy nem volt nagy változás a kiállítás után. Nem látszott az, hogy kevesebben vagyunk. Nem is játszottunk mást, hanem hiába 10 emberre voltunk, győzelemre törtünk, de ez ma nem jött össze. Fenyőfalvi, Csernák, az új emberek hogyan mutatkoztak be, milyen értékelést kapnak majd? Hát én azt gondolom, hogy nem nyújtottak olyan teljesítményt, hogy ki kellene emelni a csapatból őket, ugyanakkor negatív irányba sem lógtak ki. Nyilván ők azért vannak itt, hogy fiatalok is fejlődni szeretnének, hát még nagyon sokat kell nekik dolgozni, hogy ebből a csapatból kitűnjenek. Operatőr kollégám is mondta, hogy minden cigánd elleni mérkőzés ilyen. Kellett-e külön készülni, készítettek-e külön erre a meccsre? Nem készültünk külön, de mindig ilyen parás hangulatú mérkőzés. Minden tiszteletem a cigándieké, mert azt gondolom, hogy több poszton is szerényebb képességű játékosaik vannak most, mint nekünk, de ma szereztek itt egy pontot, talán nem is érdemtelenül. Hogyan tovább? Következő forduló? Most megyünk Putnok idegenbe, az egy nehéz mérkőzés, a Putnok egy nagyon erős csapat, az utóbbi 2 évben ott mindig sikerült pontot szereznünk, reméljük, hogy most is így lesz, aztán utána szerdán megyünk Tiszaújvárosba, az egy hasonlóan presztízs mérkőzés, mint a cigándi, hiszen nagyon sok szabolcsi játékos van a Tiszaújvárosnak a csapatában, és utána játszunk itt van a következő szombaton, tehát most 2 hét alatt 4 mérkőzés lesz. Ugye a bajnokság kimenetele szempontjából nem mindegy, hogy jövünk ki ezekből a mérkőzésekből. Úgy gondolom, hogy a mostani kiállítás ellenére is még van bőven tartalékunk is.
a mai mérkőzésen is a cserék lendítettek a csapaton, én úgy láttam. Akkor derül ki, hogy ki mit is ér, hogy egy ilyen sorozatterhelés után milyen teljesítményre lesz képes. Te személy szerint mivel lennél elégedett a négy meccs teljesítményét tekintve pontszámban? Hát, nyilván mindig győzni szeretnénk, és akkor lennénk elégedett, így előre nehéz megmondani, ugye sok körülmény befolyásolhatja az eredményt. Én akkor lennék elégedett, hogyha azt gondolnám, hogy mindenki mindent megtett azért, hogy az adott mérkőzésen a lehető legjobb teljesítmény nyújtsa. Úgy legyen. Köszönöm.